Jubileumi szentmisével indult a szombati rendezvény itt az Apor Vilmos Katolikus Iskola központban. Az intézmény fennállásának 20. évfordulóját ünnepelték a megjelentek, valamint azt, hogy Gasztonyi László és családja jóvoltából egy kőszobor kapott helyet az iskola előtti területen. A vállalkozónak nem ez az első ilyen jellegű felajánlása. Úgy gondolom, hogy a siker kötelez abból a megtermelt eredményből, abból a lehetőségből valamit is illik visszajutatni annak a környezetnek, ahova az ember tartozik. Talán ez a legfontosabb. A következő, hogy mindenképpen a hála, hogy egyrészt találjunk a városba, és nem nehéz találni, szép számmal vannak olyan hősök, olyan áldozatok, olyan példaképek, akikre érdemes és kell is emlékezni. Gasztonyi László mellett további támogatói is akadtak a kezdeményezésnek. Elsősorban az összefogást szeretném kiemelni, amelyben természetesen az adományozó Gasztonyi család, a Vilkor Hungária, és egy picit azt mondhatom, az önkormányzati szerepet vállalt, hiszen polgármester úr Borkai Zsolt és Rózsavölgyi László képviselő úr, illetve jó magam is a keretünkből támogattuk a tér megújítását, amely egyértelműen illeszkedik az emlékműhöz. Én azt gondolom, hogy rendkívül fontos a nevelés és az oktatás abból a szempontból is, hiszen azok a gyerekek, akik most itt tanulnak, vagy óvodások, akik ide járnak óvodába, ők majd Győrt fogják építeni. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Könyörögjünk! A szentmisét követően Pápai Lajos megyés püspök avatta fel az emlékművet. Riger Tibor 220 cm magas kőszobra az intézmény névadóját, Apor Vilmos püspököt megemelt palástal ábrázolja, ami az ég oltalmát testesíti meg. A szobor az iskola mindennapjaiban is fontos szerepet kap a jövőben. A mindennapokban természetesen örökké figyelmeztető és imádságra hangoló lesz ez az emlékmű, hiszen az iskolába érkező, az iskolából távozó mindegyik kell, hogy föltekintsen rá, ahogyan amint a szobor föl lett állítva, a környékbeli emberek mind jöttek és csodálták, hogy micsoda szép, méltó emléket állítottunk a mi vértanú püspökünknek. Az iskola jelenlegi 1200 tanulója a szülők és a győriek számára is a tudást és a hitet jelképezi, a felavatott emlékmű.